Köszöntöm a Forog a kamera nézőit. Milyen témák érdeklik a fiatalokat? Miről forgatnak a diákok, amikor kisfilmet készítenek? Egyáltalán honnan tudják, hogyan kell filmet forgatni, hogyan kell televíziózni? Ezekről kérdezem vendégeimet, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar okleveles kommunikátor szakos hallgatóit és szaktanárokat. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Először is Zakinszky Márkot, aki többet magával a filmezés, a tévézés rejtelmeibe avatja be a diákokat, és két MTTK-s hallgatót, Mecseri Anitát és Csernai Pannát. Köszönjük. Jó napot. No hát, ugye ezúttal kis filmeket mutatunk be, amelyeket a hallgatók készítettek, de azért talán kezdjük azzal, hogy ugye milyen szakról is van szó. Ugye az MTTK, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzők arról van szó itt Szabadkán. Milyen szak ez a kommunikátorszak? Talán Márk, veled kezdem. Ez egy viszonylag új szak. Ugye az itt ülő két hallgató, végzős hallgató, Anita és Panna, ők az első generáció. Ez a Magyar Tanítóképző Karon a kommunikátorszak, amely most már ugye 4 éve indult el, és ők lesznek az első diplomások, és annak keretében készültek ezek a kisfilmek és a videovlogok is, pontosabban 2 tantárgy keretében, ez a tévés újságírás és a videó újságírás. És úgy döntöttünk, hogy bemutatjuk ezeket, hogy milyen témák érdeklik a diákokat, ugye a fiatalokat, hogy ez érdekes lehet megmutatni, egy kicsit bemutatkozni. No hát, miért választottátok először is ezt a kommunikátor szakot? Mi volt ezzel a célotok? Hát akkor kezdem én. Hát igazából személy szerint én is a középiskola végén kicsit olyan egyfajta váltásnak éreztem, hogy itt az ideje, és mivel zenét végeztem, nem állt távol a szereplése tőlem, de viszont mégis úgy éreztem, hogy valami mással szeretnék foglalkozni, és így gondolkodtam, hogy milyen dolgok érdekelnek, és arra jöttem rá, hogy nagyon sok dolog érdekel. És igazából az is nagyon közre játszott, hogy nagyon lokálpatrióta vagyok, és amikor meghallottam, hogy nyílik ez a szak, pont itt Szabadkán, és belegondoltam, hogy mi mindennel lehet itt foglalkozni egy ilyen szakon, ezért úgy gondoltam, hogy nekem ez ideális lehetne, ugyanis annyira szerteágazó az egész, foglalkozunk művészettel, foglalkozunk közélettel, és tényleg a világ összes témájával foglalkozik egy riporter, egy újságíró, ezért én úgy éreztem, hogy szerintem számomra ideális ez a választás, és jól döntöttem. Ugye ti voltatok az első generáció, ti voltatok azok, akik, hát ugye bejárótatok, bejártátok az utat, és hát most már szerintem egy kicsit könnyebb a mostani hallgatóknak. Te, neked milyen volt az első tapasztalatod? Olyan-e ez a szak, amire számítottál? Mit vársz tőle, hogy ha befejezed, akkor mi lesz? Hát ugye én is úgy indultam el erre a szakra, hogy igazából nem tudtam, hogy mi vár rám, mivel én először színművészetire szerettem volna menni, és utána láttam meg, hogy van egy ilyen kommunikátor nevű szak, és akkor egy kicsit utána néztem, hogy ez mit foglal magába, hogy a tantárgyakat, és akkor láttam, hogy van rádiózás, tévézés, akkor videó újságírás, és ez igazából nagyon szimpatikus volt, és úgy gondoltam, hogy mivel, hogyha már színművészet, és akkor szeretek mondjuk így színpadon lenni, vagy akár volt, hogy ilyen kisebb filmekben is részt vettem, akkor ez is hasonlóan ugyanúgy ki tudom önmagamat fejezni, és valahol megmutatni azt, hogy vagy akár így az embereknek valamit adni, és nekem igazából ez volt az az indító erő, amiért én úgy gondoltam, hogy ez a szak, ez nekem megfelelő lesz. No, hát ez egy alapképzés, ugye, 4 fél éves, és elindult, ti melyik generációk vagytok? 2020-ban. És most fogtok végezni, nem sokára. Igen, ugye? Igen. No. Nem 4 fél éves, 4 éves, tehát 8 fél éves. 8 fél éves, igen. Hát hogyan készültetek ti erre? Ugye mégiscsak, tehát a tanári karra gondolok, hogy tudtátok, már mint amikor a szak beindult, hogy milyen koncepció alapján, és kinek milyen feladata lesz. Te például gyakorlati oktatásban veszel inkább részt, ugye? Igen, nekem az a
mondhatom, hogy hálás feladatom. Én eleve nem szeretem annyira azt az ex katedra tipikus előadást, tehát a diákok is tudhatják, hogy, hogy inkább az a gyakorlatias előadásnak a híve vagyok, és szerencsés vagyok, hogy olyan tantárgyakkal foglalkozhatom, amelyeknél a gyakorlat a lényegesebb. Persze tanulunk egy kis elméletet is, ugye, amit utána a gyakorlatban tudunk alkalmazni, de éppen felmerül évről évre, vagyis időről időre, ahogy múlik az idő, hogy ahogy jönnek a fiatalabb generációk, hogy mi az, ami, tehát nekünk tanároknak is muszáj tartani a lépést azzal, mert elavul a tantárgy, vagy nem is maga a tantárgy, hanem az előadásmód és az az érdeklődési kör, ami a diákokat érdekli, és ezért muszáj ilyen irányba mennünk, nem véletlenül lett ez a videoblog, vagyis a vlog, mert ez ugye az aktuális, ez érdekli a fiatalokat, és muszáj gyakorlatiasabb dolgokkal foglalkoznunk, tehát az is a cél, hogy utána be tudjanak minél előbb illeszkedni bármely munkakörbe, amely ezt fedi, vagy legalább egy alapot adjanak olyan dolgokra, amivel szeretnének foglalkozni a továbbiakban. Említetted a vlogokat, ugye én meg kisfilmeket mondtam, hát mind a kettőből lesz. Én azt gondolom, hogy kezdjük talán el a filmek vetítését, mert több csokorban, több etapban fogjuk ezeket levetíteni. Először Csernai Panna, ugye, a kupuszinai kemény szoknya, Mecserik Anita, a Mikulás titkos élete, és Kalinka Tamás Tél a szigeten. Tehát ezt fogják látni a következő percekben, és természetesen jövünk vissza. Kupuszina egy nyugatbácskai település Vajdaságban, és egyben a legdélebbi palócok otthona. A lakosság 2,5 évszázada 1751-től települt Heves és Nyitra megyéből. Kupuszina népi hagyományait és szokásait mai napig erősen őrzi, és a sok szoknyás, eredeti palócviselet is a mindennapok tartozéka. Az 1900-as évek elején fennmaradt fényképek bizonyítják, hogy a viselet létezett, azonban arról nincs információ, hogy előtte hogyan öltözködtek és mit viseltek a faluba települt lakosok. A kupuszinai népviselet színes, néha talán még az ízléstelenség határát is súrolja, de mégis van benne harmónia és nagyon kifinomult, elegáns. A lányos, ünnepi viselet öltöztetése két kikeményített pendelszoknyától, fehér slingeltinktől, fehér harisnyától és a spanglis cipőtől indul. Az ünnepi viseletet templomba, különböző bálakba és lakodalmakra húzták fel. A két pendelszoknya után a kikeményített kemény szoknyák következnek, mely kupuszina jellegzetessége. A felső szoknya, azaz a delény szoknya a legdíszesebb, és egyben a legféltettebb ruhadarab, mivel víz nem szabad, hogy érje a szoknya felületét. A szoknyák tetejére fekete, géppel hímzett tulipános kötény kerül. Mielőtt felkerülne a gyöngysori és a masni,
Előtte a delénykendőt leráncolják, majd a várra igazítják, és hátul fehér szallaggal megkötik. A készhajlatba kerülő masni változó, hogy milyen színű. A viselet igyekszik minél színesebb és tartább elemeket kihangsúlyozni. Az évszakok és a katolikus vallási ünnepek nagyban meghatározzák a viselet színeit. Farsangkor megengedettek voltak a színesebb ruhák. Amikor eljött a nagybőti időszak, akkor csak sötét színekbe öltöztek. A lányok, amíg nem mennek férjhez, a hajuk két fonatban van befonva, és a fejük tetejére a bukor nevezetű hajdísz tűzik fel. A bukor a tisztaság szimbóluma. Az ünnepi legényviselet kemény szárú csizmából, mintázott zsinórozott bársony nadrágból, égszínű ingből, melyen tulipános motívumok vannak, kalapból és gépi varrással díszített bársony mellényből áll. A viselet egy közösségnek a külön ruhája, ami a közösséghez való tartozást jelenti és jelképezi. Ha manapság Kopuszinán járunk, bizony találkozhatunk viseletbe öltözött idős asszonyokkal, akik szívesen mesélnek nekünk a régi időkről, a hagyományokról és a szokásokról, amit ápolni kell és tovább kell adni a jövő nemzedékének. Szárnya, szárnya, de szárnya a madárnak. Fáj a szíve sok édesanyának. Fáj a szíve sok édesanyának. Hogy elvitték a fiat katonának. Szervusztok! A reggeli napot úgy kezdi a Mikulás bácsi, hogy fel kell, megiszik egy jó kis pálinkát azért, hogy a torka tiszta legyen, és aztán kezdődik a reggeli, ami gyönyörű szép házi sonka, házi kolbász, zsíros kenyér és hagyma. Egészségtekre! Na, a pálinkát azért isszuk, hogy jó egészségben legyünk, a többi pedig utána úgy jön, hogy megyek ki az udvarba. Szétnézek, megetetem az állatkákat, kitisztítom az aljukat, a kecskéket, a bárányokat, a malackákat, a lovakat, a rénszarvasokat, aztán tiszta aljat kapnak, és befogjuk a szánkóba, és neki eredünk az útnak. A rossz gyerekeknek szoktunk olyan csinálni, hogy birgácsot viszünk, mivel ők nem érdemlik meg a jó ajándékot, a szépet. A jó gyerekeknek pedig a legszebb ajándékokat visszük. Ezért kérek mindenkit, hogy jó legyen, hogy szép és drága kis ajándékokat kapjanak a gyerekek. Azért nem megyek hozzátok, gyermekeim, a kéményen köröztül, mert a Mikulás bácsi is felszedett már jó pár kilót ez a 113-4 év alatt, így nem bírok leereszkedni a kéménybe. Ezért a szülőket megkérem, hogy ha nekem írnak ne levelet, mivel fejlett most már a technika, Facebookon, vagy pedig Messengeren küldjék el a gyereknek a kívánságát, és én teljesíteni fogom minden jó gyereknek a kívánságát. A kinti munkához még hozzátartozik, gyerekek, a renoválás, így a rossz fészerem, ami beszakadt sajnos az rengeteg idő elmúltával, elkorhattak a gerendák, beszakadt, ezért én nekem meg kellett javítanom az idén. Az idén nem jó volt a termés, így nagyon sok takarmányt kellett bevásárolnom.
Tehát én úgy spórolok ezen, vagy úgy szedem össze az anyagiakat a javításra és az állatok takarmányozására, hogy a rossz gyerekeknek nem viszem el az ajándékot. És aztat befektetem az állataimnak, hogy szép fészérjük legyen, szép istálójuk legyen, hogy kényelmesen bírjam jövőre a jó gyerekeknek széthordani a csomagot, ne legyenek a jószágok megfázva, ezért én a megspórolt pénzt mind arra költem. Mivel gyerekek a szánkóval járom, Mikulás, ezt tudjátok ti is, de az már egy párszor sajnos megjártam, hogy leállítottak a rendőrök. Mivel a 80 km/h meghaladtam, ezért mindenkit megkérek, hogyha autóba ül, fiatal gyerkőc vagy valami, nagyon lassan hajtson, nehogy valami balesetbe kerüljön, vagy pedig nehogy megbüntessék a rendőrök. Ezért én is óvatosabban hajtok. 80 km/h megyünk a levegőbe a szarvasokkal. Nagyon-nagyon sok baj van a repülőkkel, mert rengeteg van. Egyszer-kétszer már majdnem össze is ütköztünk, de szerencsére a szarvasok kikerülnek minden bajt. Hát gyerkőcök, hogyha karácsonyra majd arra járok felétek és viszem a csomagot, akkor tudjátok, hogy a Mikulás bácsit is meg szokták kínálni. Egy kis tejjel, egy kis pogácsával, egy kis kekszel. De most mivel, hogy már idősebb vagyok, laktózérzékeny vagyok a tejre, megkérnélek benneteket, hogy laktózmentes tejjel kínáljatok, vagy pedig nagyon finom házi kamillateával. Nagyon szívesen elfogadom tőletek. Köszönöm szépen a megértéseteket! És búcsúzásul szeretnék mindenkinek békés, boldog új évet, békés, boldog karácsonyt kívánni. Minden jó akaratú embernek egészséget, boldogságot és békességet kívánok a földkerekség minden táján. Egészségtekre, kellemes ünnepeket kívánok. Szerbusztok gyerekek, szerbusztok!
a forog a kamerát nézik, és hát most láthatták az MTTK-s média kommunikátor szakos hallgatók néhány kisfilmjét. Ugye Panna, hát először téged szólítalak meg, mert a kupuszinai kemény szoknya, erről szólt a te filmed. Hát gondolom, hogy kupuszinai vagy. Így van, kupuszinai vagyok, és Anita még az előző résznél említett, hogy lokálpatrióta, és hát mondhatom, hogy én is kicsit ragaszkodom az otthoni hagyományainkhoz, szokásainkhoz, és én igazából ezt akartam megmutatni ebbe a filmbe, hogy nálunk egyébként ez még él, és van, és az emberek felhúzzák még a viseleteket különböző eseményeken, és úgy gondoltam, hogy erről úgy nem igazán van film, hogy így teljesen az öltözködési folyamatot bemutatni, hogy az hogyan néz ki. Nekem jó volt látni ezeket a kemény szoknyákat, ugye alsó szoknyákról beszélünk, a végén egész ilyen nagyon-nagyon széles harang dolog volt, és nagyon jól nézett ki. Kicsit fájlaltam, hogy a férfi szereplő, aki az gyorsan túl estettek ezen a dolgon. No, hát érdekes volt, és hát Anita meg viccesre vette a figurát, egy érdekes Mikulás titkos életébe pillantottunk bele. Igen, én őszintén megvonva igyekszek komoly hangvételű tartalmakat készíteni, de valahogy én úgy érzem, hogy a személyiségem része, hogy egy kis humort is vigyek bele a dologba, és van nekünk egy csontavéri ismerősünk, aki sok dologban így benne van, eseményeket szervez, és tudjuk, hogy egy nagyon jó humorral rendelkezik, és én arra gondoltam, hogy mivel ő maga is szokott ott Mikulást játszani különböző eseményeken, ezért úgy gondolom, hogy én ezt tartalomba is foglalom, bemutatom egy kis videóban, de viszont humorral megfűszerezve, tehát bemutatom, hogy ott az ő kis tanyáján hogyan él a Mikulás, hogyan dolgozik ott a széna között, a lovak között, van ott strúc, minden, tehát, ja, és a legfontosabb, hogy a Mikulás is, egy falusi Mikulás pálinkával kezdi a napot, és fejezi is. No, hát érdekes volt, meg ugye Kalinka Tamást él a szigeten, ezt azért választottam ki, mert nagyon szépek voltak a képek, tehát egy jó környezet, amit fölvett. Igen, hát Tamásról tudni kell, hogy ő azt, amit fölvette, valójában ő is egy mondhatni lokálpatriotának, mert ő maga is ott él, és azok a körülmények között él, és nem véletlenül választotta azt, ugye Kenji a szigetéről van szó, ami Bezdánnál van, és egy nagyon szép, nagyon nyugodt és igazi, hát természet közel, nem csak természet közeli, mert ő már magában benne van a természetben, és ő tényleg ezt gyakorolja nap, mint nap, ide csak eljár, amikor kötelessége van. Jó, van még film, ugye, ami még kisfilm, tehát 2022-ben készült, ez volt az első feladat. Azért annyiról beszéljünk, hogy ezeket maguk saját technikai eszközökkel vették fel a tanulók, vagy pedig az iskola biztosított számukra, hogyan készültek ezek a filmek? Hát igyekeztünk, ugye akkor, amikor ők voltak az első generáció, akkor érkeztek nekünk, érkezett az új felszerelés, de még nem volt meg a teljes felszerelés, konkrétabban néhány dolog hiányzott, ezért az akkori tanárunk, a Tari János, aki vendégtanár volt Magyarországról, a Károli Gáspár Egyetemről, és ő hozott felszerelést, egy kis kamerát, amellyel a diákok ugye föl tudták venni ezeket a kisfilmeket, tehát az is volt a feladat, és az is az elképzelése a karnak, időközben ugye mi beszereztük az eszközöket, és vagyis teljesítettük, így most már ez az újabb generációk, ők már ezekkel az egyetemnek az eszközeivel tudnak dolgozni, és úgy veszik fel. Ami a témát illeti, az szabadon választott volt, látható is, hogy elég cifra a mezőny, cifra a választék, mert csak adott volt az időtartam. No, hát nézzük meg a következő csokrot, hogy így mondjam. Tehát szintén három filmet láthatnak, Rózsa Krisztina Filter nélkül, aztán Kovács Laura Tökéletlen tükörkép, és Bús Viola Kávé című kisfilmjét. Hát ezek már egy kicsit komolyabb témákkal, vagy más jellegű témákkal foglalkoznak, ezért is válogattam össze őket. Nézzék meg, hogy ilyesmi érdekli a fiatalokat.
Egy hamis szabvány van arról, mit jelent a szépség. Hogyan kell kinézned, hogy kell öltöznöd, hogyan kell viselkedned. Pedig mindenki úgy tökéletes, ahogy van. Semmit nem kell magadon változtatnod ahhoz, hogy mások kedveljenek vagy elfogadjanak. Sokkal több vagy, mint amit a közösségi oldalakon láthatunk. Az igazi szépség abban a pillanatban kezdődik, mikor te eldöntöd, hogy önmagad leszel. Mindenkinek vannak hibái, senki se tökéletes, de ezek vagyunk mi, és így szép a világunk. A közösségi média nagyban befolyásolja azt, hogy a fiatalok elégedetlenek a saját testükkel. Az Instagramon látott modellek szétretusált képei elhitetik velük, hogy ez a normális, és csak akkor lehet valaki szép, ha vékony. Miért nem nézek ki én is így? Hogy lehet, hogy egy pattanás sincs az arcán? Vajon milyen diétát követ, amitől ilyen vékony? Egyszerűen tökéletes. Az, hogy milyennek látjuk magunkat a tükörben, az önértékelésünk egyik legfontosabb pillére. Az ideális test az, amiben jól érzed magad, és ha belenézel a tükörbe, igenis rá tudsz mosolyogni arra, akit látsz. Valaha ő is mosolygott, mikor belenézett a tükörbe. Hogy áll a hajam? Kövér vagyok. De szeretnék most megenni egy jó hamburgert. De nem, nem tehetem meg. Rengeteg kalória. Légy magabiztos, gyönyörű vagy, fogadd el önmagad, hiszen így leszel igazán boldog és elégedett.
Felébredtem valamikor. Nem fontos hány óra volt. Nagyon rossz kategóriába sorolható pincel legalján volt az élethez való kedvem, mégse lettem öngyilkos. Szoktam ezen gondolkodni, de nagyon ritkán. Sose tenném meg. Azután megittam életem legkeserűbb kávéját. Nem azért, mert nem volt otthon tej vagy cukor, hanem mert dupla olyan keserűnek éreztem magam, mint azt a kávét, amit akkor délután leöntöttem a garatom. Ha egy liter tejjel vagy fél kiló cukorral fűszereztem volna, akkor is ugyanolyan keserű lett volna. Pedig nekem a kávé mindig jól esik. Innem reggel, délben, délután, tejjel, habbal, cukorral, mindegy. Képzeld el, amikor belenyalnál egy fagyiba, amit akkor veszel át a fagyis bárcsitól, szalvétába tekerve, csoki öntettel a tetején, de mielőtt megkóstolnád, leesik a földre, és tudod, hogy azt már nem lehet megmenteni. Elillan az édes gyönyör egy pillanat alatt. Na valahogy így tudnám leírni ezt az érzést. Rágyújtottam. Elnyomtam a csikket egy kagylóba, ami a hamutál szerepét tölti be. Éreztem, ez a cigi én voltam. A pillanat, ami elmúlik. Kihűlt, magányos szemét. Mit kezd ezzel az ember? Semmit. Rálép, belerúg, leköpi. Az elszenvedő nem tudja, mi a baja. Vagyis én nem tudtam. Tudtam, de nem akartam magamnak bevallani. Miért? Mert nem akartam változtatni. Gyönge voltam, akit elfúj a szél, és hiába süt rá a nap, mert csak elhalványul. A kis fekete szívem zakatolni kezdett a kis fekete kávétól. Elkezdtem számolni a szívveréseim számát percenként, aminek később utána jártam, normális volt, csak én nem voltam az. Vagy fordítva. Iszogattam ezt a löttyöt, mások nem neveznék kávénak. Kezdtem megszokni az ízét, a színét, a hőmérsékletét, hogy ahogy langyosodik, egyre szarabb. A pohárban volt még 3 korty. Ahogy a számhoz emeltem, a szívem nagyot vert, a kávé a földre zuhant, én pedig az égbe emelkedtem.
Vendégeink itt a stúdióban Csernai Panna, Mecserik Anita, az MTTK hallgatói és Zakinszky Márka, az MTTK tanára. No hát folytassuk, mégpedig azzal, hogy hogyan készülnek ezek a filmek. Ugye beszéltünk már az eszközparkról, de hát azért ezt meg kell tanulni. Feltételezem, hogy van egy tantárgy, amiben meg lehet ezt tanulni. Így van, hát ugye már említettem korábban, hogy van egy alap, egy elmélet, de az elmélet is gyakorlat, tehát az elmélet olyan szinten, hogy azért az alapokat meg kell tanítani a diákokkal, tehát meg kell tanulják a kamera használatot, és utána a kamera használatot elméletben, utána pedig a gyakorlatban, és így is készülnek többek között, ez is a célja nekik, tehát hogy megtanulják, megismerkedjenek a kamera, konkrétan itt a kamera használatával, ugye a káderezéssel, ezek fontosak, hogy hogyan vegyék fel azt a vannak-e standardek, amiket követni kell, illik követni, és utána pedig ugye egy kis dramatizáció is, tehát az egy kis sztori felépítés, mert mindezekhez ugye kellett egy szinopszist is írni, a rövid szinopszis írást az is hozzátartozik, és sőt, akkor még nem tudom, hogy követelmény volt, de most már megvan, hogy három nyelven, tehát szermagyar és angol vagy német nyelven kell, hogy megírják ezt a rövid szinopszist. Tehát ebből is, ezzel is arra késztetjük őket, ugye, hogy gondolkodjanak, és fölépítsék előre már fejben is azt a riportot, mert vagy a kisfilmet, vagy a vlogot, mert ugye ahhoz, hogy le tudjunk valamit forgatni, meg kell, hogy legyen az ötletünk. Mert hogyha nem terv szerint dolgozunk, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, a másik pedig az, hogy nagyon sok időt veszíthetünk, azért itt időhöz kötöttek viszonylag, mert be kell osztani az eszközt is, nincs ugye korlátlan, hanem most jelenleg két kameránk van, és azzal osztoznak, amennyien vannak. Ugye most éppen 8-an van ez az évfolyam, ti is ugye 8-10-en voltatok, és ezt is meg kell tanulni, valamint van ugye a csapatmunka is. Ugye most te például említetted, hogy a színészet érdekelt. Hát hogy tudtad kezelni a kamerát? Ment ez neked elsőre, meg a vágás, mert gondolom, ezt össze is kell állítani. Hát őszintén kihívás volt, és először nyilván nem tudtam egyáltalán. A vágóprogramot nem is értettem először, és hát igazából a Márk tanított meg minket, ugye meg volt a program az egyetemen, és akkor ott voltak ugye vágás órák, és akkor ott az alapokat úgymond elsajátítottuk, meg hát nyilván a kamerázás, hát az is egy nagy kihívás volt, mert ugye, hogy eleve, tehát én nem tudtam, hogy milyen az a másik oldal, hogy amikor én kamerázok, és ugye felveszem, hogy mit veszek fel, hogy nézzen ki mondjuk a képek, miután következzen. Szóval ezt is, hát az iskolában tanultuk meg, hogy hogyan. És hát ugye már arról beszéltünk, hogy vlogok. Hát ez egy érdekes dolog volt, hogy el kellett gondolkodnom, hogy vlog, blog, mi ez? Tehát persze ti tudjátok, ti ebben nőttetek fel, és hát lehet, hogy magatok is csináljátok, de ha nem, akkor ez volt a feladat, ugye, az egyetemen. No hát, ki ezt választotta, ki azt? Ki viccesre vette a figurát, ki szakértőként jelen meg? Tehát valamit elmesél, mi ez a vlog? Először is tisztázzuk ezt, mondjuk Anita legyél te, aki ezt elmondott, hogy mi az a vlog, hogy más is tudja mondjuk egy idősebb néző. Tehát az én fejemben a vlogok igazából hát rövid kisfilmek, amik hát nem igazán professzionálisak, hanem például felvesszük egy napunkat akár telefonnal, akár lehet ez komolyabb kamerával is, de nem annyira kötött. Lehet az a kezünkbe tartva, lehet egy ilyen selfie boton akárhogy, de hogy egy kicsit ilyen lazább hangvételű, bemutatjuk egy napunkat, bemutatjuk vannak ilyen főzős vlogok, tehát valamilyen cselekményt, valamilyen tevékenységet bemutatunk és mesélünk közben. Jól mondom? Mondjuk igen, még annyival kiegészíteném, hogy úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy ilyen videós napló lenne, és akkor mind a youtuberkedés, mondjuk ez is egy ilyen szó, ami így idegen lehet, de hogy akkor kirakjuk a közösségi médiába, és megosztjuk az emberekkel, hogy kinek, nem tudom, kit mi érdekel, mondjuk. Ugye én megnéztem ezeket a filmeket, és hát azt kell mondanom, hogy egészen felszabadult abba a dolog. Tehát az első fél év, vagy ugye az első feladat, ami már láthatunk, az is jó, de ez felszabadultabb, ötletesebb, kreatívabb, nem tudom mondani, tehát mint a felszabadultatok volna, mint hogyha kedvetek lenne, vagy bele szerettetek volna a dologba. Ezt vettem én észre.
És hát mondanám is, ugye a ti kettő vlogotokat fogjuk bemutatni először is. Anita a vizsgai időszakról mesél. Igen, igen. Mindenképpen olyan témát szerettem volna igazából választani, ami jó magamat is érdekli, tehát amit én is szívesen fogyasztok, figyeltem arra, hogy esztétikus legyen, olyan tartalommal legyen megtöltve, ahogy én is szívesen fogyasztanám. Én ezt telefonnal vettem fel, kihasználtam, hogy kicsit jobb minőségű kamerám van, tehát igyekeztem azt alkalmazni. Van egy ilyen ring lightom, azon próbáltam szépen egyenesen, esztétikusan felvenni, és mint említettem, van egy ilyen humorosabb oldalam is, de most inkább érvényesítettem a komolyabb oldalamat is, bemutattam azt, hogy hogyan tudunk felkészülni igazán a vizsgaidőszakra, összegyűjtöttem ötleteket, téziseket, és akkor én ezt így megtanultam, nem akartam olvasni, hanem próbáltam, hogy ez egy ilyen laza dolog legyen, de azért hasznos. Tehát a szereplést is lehet különben gyakorolni ezzel az egésszel. Igen. De most csak visszatérek erre a ring light-ra. Honnan van neked ilyenet? Miért nincs nekem például? Tehát, hogy otthon van egy ilyen ring lightod? Hát szerintem ez mindenféleképpen a modern virágnak köszönhető, mivel annyian szeretünk, főleg lányok, akár szelfizni, akár használni más területeken. Ezért hát bármelyik üzletbe igazából, ilyen kínai üzletbe vagy hasonló üzletbe be lehet szerezni, nem is olyan nagyon drága, de szerintem érdemes, hogyha valaki ilyennel szeretne foglalkozni. Ez ugye valamilyen világító eszköz, ami az arcot világítja meg, ugye? Jó. Na, hát a másik, amiről úgy beszéljünk, az a Panna. Hát nagyon jó sikerült kis vlogja. Én ittam minden szavadat, tehát igazán szórakoztatóra sikeredett. Hát egyébként ez így poénra ment az egész, meg kicsit ilyen parodizálás is volt, hogy mivel nyilván a közösségi médiában látunk ilyen oktató, idézőjelben oktató videókat, hogy hogyan csináld ezt, hogyan készülj fel erre, mondjuk az én témám ugye a randizásra, hogyan készülj fel, és én igyekeztem úgy összerakni a kisfilmet, hogy mindegyik kis részben valamilyen másik arcomat mutatom, vagy így eljátszom egy karaktert akár, és igazából nagyon nehéz volt azt megcsinálni, hogy a kamerába végig beszélni. Tehát én nem gondoltam volna, én azt hittem, hogy akik itt csinálják ezeket a videókat, azok csak odaülnek a kamera elé, és csak úgy mondják a szöveget maguktól is. Amikor így elkezdtem beszélni, megbotlottam, ez se jó, és így tudom, hogy nagyon sok próbálkozásra sikerült felvenni, hogy az úgy olyan legyen, amilyenre úgy elképzeltem. Hát szerintem természetes, humoros, vicces, tehát hogy az egészet ezt jól kitaláltad. Én amondó vagyok, hogy nézzük is meg, tehát Anita, Mecserik Anita vizsgai időszakról szóló filmjét, vagy vlogját, és Csernai Panna randira készülődős vlogja következik, aztán persze folytatjuk. Sziasztok! Az utóbbi időben nem nagyon volt videó a csatornán, ugyanis nagyon sok dolgom volt. Most viszont, amikor még több van, úgy gondoltam, hogy bejelentkezek egy rövid vloggal, ugyanis az egyetemistáknak egy olyan időszakát élem most, amikor egyébként senkinek nem jutna eszébe vlogolni, ez pedig természetesen a vizsgaidőszak. Ilyenkor én hajlamos vagyok egy kicsit ilyen demotiváltságra, amikor elmegy a kedvem, fáradt vagyok és nincs kedvem tanulni. Szóval ilyenkor szeretek megnézni motivációs videókat, tanácsokat a vizsgaidőszakra. Így azon gondolkodtam, hogy én is csinálok egyet, így saját magamnak és nektek is, hogy sikeresebben záruljon ez a vizsgaidőszak és kicsit megkönnyítsem ezt a tanulási folyamatot. Tehát az első dolog, ami egyébként minden motivációs, tanácsadós videóban elhangzik elsőnek, az a jó időbeosztás, és hogy kezdjük el időben a tanulást. Ezt én is így szoktam csinálni, kivéve amikor nem, mert rájöttem, hogy nem éri meg az a stressz és az az aggódás, ami az utolsó napokban ér, tehát hogyha tehetem, akkor hetekkel korábban már elkezdek ismerkedni az anyaggal, a tételekkel, és ez egy sokkal nyugodtabb folyamat, sokkal átgondoltabb és mélyebb tudás,
mint amikor utolsó napon belenézek az abba a rengeteg tételsorozatba, és rájövök, hogy ezt mind 6 óra alatt kellene elsajátítanom, tehát hogyha tehetem, és veszem a fáradalmat, fáradtságot, akkor inkább ezen az úton megyek, és így biztosabb a siker. A következő tanács kapcsolódik egy kicsit az elsőhöz, ez pedig arról szól, hogy tanuljunk többször keveset. Többször tanuljunk, de kevesebb mennyiséget, ugyanis az agy, hogyha nagyon gyorsan le van terhelve nagyon sok információval, akkor azt nem tudja annyira feldolgozni, mélyen elraktározni, mint hogyha többször kevesebb információt adnánk neki fokozatosan, egymásra építve. Szóval, ha tehetjük, akkor ebben a tanulási fázisban osszuk fel a tételeket, azon belül is az anyagokat, így az agyunknak is megkönnyítjük ezt a leterheltséget itt a vizsgai időszakban. Én, amit minden vizsgai időszak alatt használok, az a vizsga naptár, ahol felírom a dátumokat, melyik vizsga mikor van, melyik héten, itt tudom bekalkulálni nagyjából, hogy mennyi időm van a felkészülésre, nagyjából tudom, hogy akkor melyik vizsga az első, mikor lesz a következő, odáig mennyi idő van, szóval így az agyam nem zavarodik össze, kicsit áttekintetőbb is, és sokkal nyugodtabb ez a felkészülés, így, hogy a dátumokat már előre látom, és nincs egy ilyen zavar a fejemben. A következő tanács egy nagyon jó hír is egyben azok számára, akik szeretik a hasukat, mint én, ugyanis amerikai kutatások bebizonyították, hogy az agy koncentrációját nagyon felfokozza és elősegíti az étcsokoládé és a banán fogyasztás, szóval, hogyha tehetitek, akkor a koncentráció érdekében természetesen fogyasszatok sok csokit és banánt, és ne felejtsétek el a víz fogyasztását is, ugyanis az sem mellőzhető persze. A vizsgaidőszak sem csak a tanulásról és a stresszről szól, ilyenkor is érdemes beiktatni sok alvást, pihenést, feltöltődést, ami minket feltölt, sportolást, kikapcsolódást, sok sétát esetleg, kinek mi, ami feltölti, mert hogy így az agy is egy kicsit felfrissül, kicsit jobb a közérzetünk, jobban tudunk aztán visszatérni a tanuláshoz, mint hogyha állandóan csak erre fókuszálnánk, nem tudunk kizökkenni, és így is egy kicsit stresszessé válik ez a felkészülési időszak, szóval, hogyha tehetjük, egy pár órás tanulás után menjünk el sétálni, futni, aludni, én nagyon szeretek aludni, úgyhogy én ezt örömmel alkalmazom, úgyhogy szerintem ezt mindenképpen ti is alkalmazzátok. Tehát ennyi lett volna ez a mai videó, tudom, hogy egy kicsit klisés tanácsok, de nekem nagyon sokat segít, amikor így magamnak is elmondom, és emlékeztetem magamat, hogy miket kéne betartani, de természetesen betartom is, ezek szerint zajlik az én felkészülésem is. Szóval fogadjátok meg ti is ezeket a tanácsokat, egyetek sok csokit, és igyatok sok vizet, tanuljatok szorgalmasan, és ne csüggedjetek, hogyha véletlenül nem sikerül egy vizsga, lesz egy másik vizsgaidőszak is, lesz újabb esély, szóval tegyetek meg mindent, de hogyha véletlenül nem sikerül, van újabb esély, és persze sok sikert kívánok a vizsgaidőszak után, pedig szép nyarat mindenkinek! Köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel, és mindent, amit ilyenkor szokás! Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Ez itt a Pannó Galaxis legújabb műsora. És hát egy hatalmas bejelentéssel tartozom nektek, ugyanis egy fiú elhívott randizni. Szóval ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan kell felkészülni egy randira, mind testileg, mind lelkileg, úgyhogy a következő percekben tartsatok velem. Pritz-pratz!
Achtung, achtung, csajok! Figyelem, figyelem, figyelem! Az első és legfontosabb szabály, hogy légy önmagad és természetes. Na jó, ez nagyon közhelyesen hangzik, tudom. De ha belegondolok, és te is belegondolsz, tényleg így kéne cselekedned, mert ha elmész a randira, és úgy viselkedsz, ami már számodra is új, hát az nem valami nyerő. Úgyhogy próbálj magabiztosan és önazonosan viselkedni. A második szabály kimondja, légy figyelmes a randi partnereddel. Nagyszerű. Nos, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy figyelj arra, hogy mit mond a partnered. Hallgasd meg, és ne csak hallgasd meg, halld meg, hogy ő mit mond. Pillanat, csak visszaírok. Figyelek. Folytasd. Igen. Persze, persze, tudom. Amúgy van egy nagyon-nagyon jó sztorim. Az Esztivel, szerintem őt ismered is. Na mindegy, az Eszti egyébként a legjobb barátnőm. Vele sétáltam május? Június lehetett? Április? Na mindegy, vele sétáltam, és képzeld el, hogy megbotlottam, és akkorát estem, hogy másnap kék-zöld voltam. Brutál. Figyelj a beszélgetésre. Próbálj rákapcsolódni a kommunikációra, hiszen tudjuk, a kommunikációhoz két ember kell. Ha attól félsz, hogy kínos csend elé néztek, akkor bedobsz egy nyitott kérdést, és az összes problémád megoldódik. Mivel a nyitott kérdésnek az a lényege, hogy egy témát öleljen fel. Például, melyik iskolába jártál? Miért pont abba az iskolába jelentkeztél? Mi volt a kedvenc tantárgyad? Milyen zenét hallgatsz? Bármi. Tehát ne olyan kérdést tegyél fel, amire igen és nem a válasz lehetőség. Ha ez megvan, nyert ügyed van. Úgyhogy figyelj, ne vágj a szavába, ne fecsegj, és kérdezz bátran olyan kérdéseket, amikkel előre viszed a kommunikációt. Elérkeztünk a harmadik tanácsomhoz, vagyis szabályomhoz, ami nem más, mint a mosolygás. A mosolygás csodákra képes, úgyhogy ezt mindenképp praktizáld a rendezvón. Na jó, akkor nem mosolyog, hogyha a beteg kutyusáról beszél. Az nem előnyös. Az imént a randi lelki felkészüléséről volt szó. Jelenj meg ezen a randin, ez is nagyon fontos. Ugye beszéltem arról, hogy önazonosság, természetesség, hát igen, ez a külsőre is ugyanúgy vonatkozik. Szerintem, ha te amiben vagy, kinézetileg, ruha, smink, jól érzed magad, akkor szerintem ez már elég. Tehát nem kell túl gondolni ezt, hogy úristen, most mit húzzak fel, egyszerűen csak azt, amiben jól érzed magad. A randi sminkem elkészült, most pedig megnézhetitek, hogy mivel leszek a randevón. Annyit tanácsolnék még, hogy szerintem az egyszerű néha több. Igen. Úgyhogy ne legyetek túl kihívóak sem, de azért a konzervatív kislány se kell játszani. Úgyhogy a kettő között. Tadám! Nos, hát elkészült a randi szettem. Mint látjátok, egy sárga szoknyát választottam ehhez a fekete, hosszabbított bőrkabáthoz, illetve egy olyan táskát, ami megy a szoknyámhoz, és egy díszkendőt, valamint ezt a sárga fülbevalót. Nos, ha tetszett a videóm, akkor további tartalmakért kövessétek be a Pannó Galaxist,
És most pedig szorítsatok, hogy a randevum jól sikerüljön. Sziasztok! A Forog a kamera című műsort nézik. Hát folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel. Még van itt néhány vlog, ami terítékre kerül. Ugye az egyik Juhász Petráé családi legendárium, ez is vicces, tehát hogy ezért elég kreatívak voltak a hallgatók. Kalinka Tamás, a hálókötés alapjai néhány lépésben. Ez azért érdekes számomra, mert egy férfi hálót köt, de olyan, mintha horgolna, vagy nem tudom, valamit kézi munkázna, tehát ez hihetetlen számomra, hogy milyen ügyes ugye a fiatalember, és Rózsa Krisztina egy kutya gondolatai, hát a kutyák meg a szívem csücskei, úgyhogy ezért is bekerül. Na, érdekes témák ezek. Igen, itt látszik, valójában ez egyben lehetőség a gyakorlás, a másik pedig meg tudjuk látni, mint tanárok, mint nézők, aki utána megnézi, mint ő az osztálytársai a diákoknak, hogy ki mennyire kreatív, milyen irányba gondolkodik, mit tud kihozni abból, amit választott. Ugye azt azért el kell mondani, hogy nem minden ilyen zökkenőmentes, általában kevés az a diák, akinél rögtön az első ötlet valósul meg, mert vannak itt a föltételekhez, vagyis az időkorláthoz viszonyított megalomán ötletek is, amelyeket nem igen lehet megvalósítani. Jók az elképzelések, de az nagyon összetettek ahhoz, amit itt meg tudnánk valósítani. Például egy kutya gondolataiból is látszik, hogy egy egyszerű kis fölvétellel mennyire viccesé, érdekessé lehet tenni. Krisztina jól ugye szinkronizálta is a kutyusát. A Panna esetében ugye ő neki megvolt a lehetősége, hogy gyakorolja azt is, ami a szíve csücske, vagyis amit szeretett volna, ugye a színészkedést. Anitánál pedig teljesen egyezek azzal, amit mondott, mert ott igenis ott a bevágásoknál is ugye látszottak, volt egy kis humor, amikor a vízre mit vágott rá, stb. Úgyhogy érdekesek voltak, és ezek is, amit most soroltál fel a következő csokor, ott is nagyon tarkai a felhozatal, és a Tamás ugye megint választotta azt az ottani körülöttei életet. Én személy szerint is ismerem Kovács István Paksit, akiről ugye szó van, és ő tényleg egész életét ott élte le, valamikor még azt hiszem az apukájától, vagy a nagyapjától tanulta ezt a hálókötést, és ezzel foglalkozik ott, hogy mondjam, ezzel többek között ez is kitölti az idejét. No, hát érdekesek. Most ugye őket ti képviselitek, de megnézzük a filmjeiket azért. Tehát Juhász Petra, Kalinka Tamás és Rózsa Krisztina munkái következnek, vlogjai, aztán még elbúcsúzunk, még jöjjenek vissza. A nevem Vitéz László. És hát szerénységemet félretéve bevallom, hogy én vagyok ennek a családnak a kedvenc bábja. Bizony, engem minden évben rendszeresen megnéznek a Györgőc Fesztiválon. Egy nagy tapsot kérek anyának, aki elmondja nektek azt, hogy hogyan készíti fel apát egy-egy ilyen fellépésre, és hogy hogyan néz ki a családban a zenélés, a népdal éneklés. Bravo, bravo, bravo! Sziasztok, Juhász Petra vagyok, és örülök, hogy a csatornámra kattintottatok. Igaza volt Lászlónak, szerintem ne is raboljuk az időtöket, kezdjünk is bele ennek a bemutatásába. Oké, kezdheted. Kis tordába két úton kell bemenni. Jaj, a sapikám! Jaj, de forró lett a sapikám! Nálunk a családban, amikor egy családi összejövetel van,
akkor mindig nótázásba torkollik a dolog, amit már a kisfiam szépen meg is tanult azóta. A beereszteni. Van egy zenésztáborunk is. A kisfiúk, a László, akit ugyanúgy hívnak, mint engem, ő pedig szintén zenéléssel szeretne majd foglalkozni. Amint már azt László is elmondta, hogy nagyon sokat szoktam vasalni, ez a mögöttem látható szekrény teljesen tele van, dugik van pakolva ingekkel. Itt vannak a fehér ingek, ezek a leggyakrabban vasaltak, és most is egyébként vár rám néhány, úgyhogy most rögtön bele is kezdek, hogy ne veszítsük tovább az időt. Jelenleg pedig az úgynevezett irodában vagyunk, ami jobban hasonlít egy kupiszobára, mivel most olyan fölépésre megy, ahova nem kell az összes hangszert vinni, úgyhogy egyelőre itt van egy tambura, a mikrofonos táska, és itt van még a hegedű is, ami jó nehéz fatokban van becsomagolva, hogy semmilyen utazásnál ne sérüljön meg, és most pedig ezt fogom bepakolni a... most pedig eldőlt minden, a zenekaros kombiba. És akkor indulás pakolni. Most pedig jöhet a kombi. Tehát ilyenkor ezt kinyitom. Hát nem valami tiszta a belseje, mert állandóan rakodunk bele. És akkor ezek. És utazásra készen áll a férj. Én már nagyon kifáradtam ebbe a vasalásba, pakolásba. Hát bizony nem könnyű dolgom van, László, és hogyha nektek pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok az oldalunkat, vagy kövessétek be a csatornánkat. Sziasztok! Mi szakadol, mi katakol, hegyi katak kartján, is pacsírta búzát őről a vízi pókmalmán. Fereg a mag, a garaton, duzzad már a zsákja, is pacsírta melléje ül, bütyör észre várja. Sziasztok, Tamás vagyok, és most a hálókötés alapjait fogom bemutatni néhány lépésben. Ezek itt a hálókötés legalapvetőbb eszközei. Tehát itt látható a cérna, ugye ezzel kössük majd a hálót. És hát régen kender fonalat használtak, de manapság már ez a műanyag cérna hódít. Akkor itt látható a legfontosabb eszköz, a tű. Erről azt kell tudni, hogy bodzafából kell, hogy készüljön, és minél idősebb bodzafából készült, annál jobb minőségűnek számít a tű. És itt láthatók a formalécek, vagyis hát a régies elnevezésükön BC-k, ezek határozzák meg a leendő hálónk szemméretét. Tehát itt látható egy 3 centis, egy 4 centis és egy 5 centis léc. Tehát ha 5 centis szemekkel szeretnénk hálót, akkor az 5 centiset fogjuk használni. És itt van egy ilyen kis segítség, ez az arányokat mutassa be egy varsán, ez egy laikus számára semmit sem mond. Tehát akkor kezdjünk is neki. Tehát az első lépés, hogy hogyan is szedjük fel a cérnát az imént említett bodzafa tűre. Ez egyszerűnek tűnik, de annyira azért nem az. Tehát az a lényeg, hogy így folyamatosan forgassuk a
tűt, hogy a nyelvére felszedjük a cérnát, és hát ugye minél hosszabb tűnk van, annál nagyobb mennyiségű cérna fér majd rá, úgyhogy ilyen kisebb átlagos kötésekhez ez a 25 centis tű teljesen elegendő, de nagyobb kötésekhez 30-35 centis tűket is használhatunk. Tehát a kötésnél az első lépés, kell egy vastagabb madzag, amire majd elkezdjük a hálónkat. Az első szemet pusztán kézzel meg tudjuk kötni, sőt még az első sort is, hogyha egy kicsit precízebbek vagyunk. Ezt duplán szokták csomózni, hogy biztosan megtartsa. Tehát itt van, ez lesz itt az első szemünk, és ettől kezdve használjuk majd a formalécet. Na hát, itt van a kezemben az 5 centis formaléc, tehát most egy 5 centis szemekkel rendelkező hálót fogunk kötni. Kezdem az első sort, tehát itt az első szemünk, amit az előbb ugye kézzel megkötöttem, és most haladunk tovább. Fontos, hogy ez az első csomónk a formalécnek a szélénél legyen, tehát így lesz pontos méretű a hálónk. Hát itt látható az első sorunk, itt van már néhány szem, most elkezdjük a második sort, ez már sokkal simábban és gyorsabban fog menni, mivel itt már elegendő mindössze egyszer csomóznunk, de azért itt is fontos, hogy jó erősen ráncsuk meg a csomót, tehát kell, hogy hallatszódjon ez a, ami most valószínűleg a kamerában nem hallatszik, de a mester az érzékeli, vagy hallja, hogy szakadnak a csomók, ahogy rászalad. És akkor, hogyha az ember belejön, akkor már szinte nem is kell, hogy oda nézzen, olyan gyorsan megy. Általában egy átlagos varsát azt olyan 2-3 nap alatt, hogyha igyekszünk, akkor meg is lehet kötni. És akkor itt látható a már elkezdett hálónk. Van még egy valami, amit szeretnék megmutatni. A fogyasztás, illetve a szaporítás. Egy varsánál, vagy akár haltartónál is, hogyha nem egy henger alakú formát szeretnénk kötni, akkor szükséges ugye szaporítanunk, vagy fogyasztanunk a hálót. A szaporítás az a következő módon történik, tehát itt van ugye a hálónk, és az előttünk lévő sorban felveszünk egy szemet, így, és ezt itt megcsomózzuk, ezzel meg is születik a plusz szemünk, és itt is duplán kell csomóznunk, mivel ez hajlamos az a megcsúszásra. És akkor rögtön meg is mutatom a fogyasztást is, az valamivel egyszerűbb, tehát ezt leginkább ugye varsák torkánál vagy bejáratánál szokták alkalmazni. Kétféle fogyasztás létezik, a szekciós fogyasztás és a körfogyasztás. Én általában a körfogyasztást alkalmazom, mivel én így tanultam meg, és ezt szoktam meg, ez az egyszerűbb, tehát nagyon egyszerű, annyiból áll, hogy az előző sorunkból két szemet felveszünk, összehúzzuk, és akkor így a két szemből tulajdonképpen egyet csinálunk, és ezzel ebben a sorban már egy szemmel kevesebbünk van. Többfajta hálókötési mód is létezik. Amit mi itt Bezdánban használunk, az az úgynevezett netkötés. Ez a létező legegyszerűbb
hálókötési mód, ugye mindössze egy csomó, ami egy nagyon egyszerű csomó, azt használjuk. Most ennek annyi a hátránya, hogy tényleg nagyon erősen kell csomózni, mert ez viszonylag könnyebben megcsúszik, mivel ugye mivel egy egyszerű csomóról van szó. De ezen kívül létezik még az úgynevezett paraszti kötés is, vagy sváb kötés, ami sokkal bonyolultabb, az viszont majdnem, hogy örökös, mivel ott egy olyan bonyolult csomót használnak, ami lehetetlen, hogy megcsúszson. Sziasztok, Maszat vagyok, és ebben a videóban ti is és a gazdám is megtudhatjátok, hogy mikre gondolok néha. Amint látjátok, nagyon szeretem, ha simogatnak. Bemutatom a kutyákat, Maszat, a fekete, aki 2 éves lett áprilisban, és nagyon rossz kutya, nagyon szeleburdi, mindent is széttép, mindent is szétszed. Pici pedig idén júniusban lesz 10 éves. Neki az anyukáját mentettük meg még, amikor én általános iskolás voltam. Maszat az állítólag Rottweiler keverék. Jó, de uncsi, amit mondasz. De egyébként meg nem csak állítólag. Én egy igazi Rottweilernek tartom magam. Amúgy csak egy kérdés, meddig fogsz még itt ülni? Igen. Nincs semmi, de olyan jó lenne, ha megsimogatnál. A Maszat az látszik, hogy ki a gazdája. Nagy pózer kutya. Hú, de szép idő van ma. Pont tökéletes egy délutáni sétára. A nevét egyébként én adtam neki, mert amikor kicsi volt, akkor az orrán volt egy ilyen folt, és akkor azt mondtam rá, hogy ilyen kis maszatos orrú, és innen kapta a nevét. Kaptok egy kis csontot. Na akkor végre mi is szóhoz juthatunk. Amint láthatjátok, picivel épp csontot eszünk, és ez a kedvenc kajánk. Nagyon gyorsan képesek vagyunk megenni. Legalábbis én. Bevallom nektek, van olyan, amikor pici nem figyel, vagy épp elmegy és megpróbálja elásni az egyik csontot, ellopok tőle pár darabot. Na jó, néha van, hogy megeszem az összeset. Ilyenkor van, hogy rám mordul, néha én is visszamordulok rá, de ilyen nem sokszor történik meg. Ilyenkor a gazdánk is ránk szól, hogy most már be kellene fejezni. De nem tehetek róla. Imádom a hasamat, és imádok enni. Bármit, bármikor, és bármennyit. Igen, még mindig nem volt elég a kaja, ilyenkor néha kunyarálni szoktam még egy kis szalámit. Jaj, de jó illata van. Add már ide. Nagyon finom. Léci, add ide. Nagyon-nagyon szeretem. Nem értem, miért nem lehetne ide adni az egészet. Miért így darabonként kapom? Tudja, hogy így is úgy is fel fogom falni az összeset. Annyira jól néz ki. Hova megyünk? Megyünk sétálni, gyerünk. Juhú! Ez az, pici, gyere, gyere, nagyon jó lesz. Jaj, de jó, hogy végre szaladgálhatunk egy kicsit. Pici, várj meg engem is. Azt sem tudom, hogy merre menjek, annyira izgatott lettem hirtelen. Most jöttünk el sétálni, és ebben az utcában mindig megőrülnek, össze-vissza rohangálnak, viszont aztán tudják már, hogy szépen kell sétálni, mert itt kevés autó jár, de aztán szépen kell sétálni a járdán.
Gazdi, én nem értem, te miért jössz ilyen lassan. Hát gyere már, annyi minden van errefelé, annyi szag van, és annyi mindent kell megszimatolnom. Gyerünk, pici, szimatoljunk erre is. Arra mész, várd meg engem. Én is akarom érezni azt a szagot. Hú, vajon ez mi lehet? Ugye te is érzed? Egy kicsit most már kifáradtam, úgyhogy úgy érzem, hogy vehetnénk az irányt hazafelé. De előtte megszaglászom, hogy erre mi lehet. És haza is értünk. Hú, már nagyon szomjas vagyok. Alig várom, hogy igyon egy kicsit. Várnak minket. Juhú! Jaj, de jó. Friss víz. Nagyon jól esik. Pici, én is akarok inni. Menj már arrébb. Na jó. Most már engedj vissza. Nem értem, miért kell felvenned már megint, hogy iszok. Már felvetted egy párszor, nem? Hú, ez mi volt? Na mindegy. Nagyon fincsi ez a víz. Komolyan. Amúgy, nincs egy kis kaját? Tudnék még enni. Nincs? Na oké. Hú, pici, te hol jártál? Jártál arra, merre én nem? Ja, nem. Bocs, félre szimatoltam. Te szép vagy. Remélem tetszett nektek ez a videó, és ha szeretnétek, bármikor meglátogathattok. Én szívesen látlak titeket, csak egy kis kaját hozzatok, és adjatok jó sok simit. Ez itt a Forog a kamera, és hát az MTTK-s hallgatók a vendégeim, meg a tanáruk, és hát nem másért, mert hogy az okleveles kommunikátor szakon mindenféle kisfilmek készülnek, belepillanthattunk ez alkalommal, hogy mi mindennel foglalkoztok ti itt a gyakorlatban, ugye ez elméleti sík is természetesen fontos. Én megkérdezném még azt, hogy ugye jártok a Pannon televízióba is, meg a Pannon rádióba is, a Szabadkai Magyar rádióba is gyakorlatra. Én onnan ismerlek benneteket, tehát ugye mi ismerjük egymást, majd hogy nem munkakapcsolat van köztünk. Milyen nektek ez a gyakorlati képzés ugye itt a Pannonban is, meg egyáltalán az MTTK-n, most, hogy így a vége felé vagytok, próbáljátok ezt értékelni. Hát igazából azt szerintem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy az ottani tudást, amit megszereztünk, azt a sok elméletet, de a gyakorlati részt is így, hogy ugye itt a Pannonba is be tudtunk kapcsolódni, nagyon fel tudjuk használni. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagy előnnyel tudunk rendelkezni, be tudjuk építeni a valós munkába, és szerintem az, hogy mint az elméletre nagy hangsúlyt fektetünk, de a gyakorlatra, tehát nem csak riporterkedünk, hanem operatőrködünk, vágunk, kamera előtt, mögött, mindenhol is vagyunk. Ez szerintem egy olyan személynek, aki tényleg a suli után is így szeretné magát elképzelni, annak nagy előny. Tudni kell, hogy ki mit csinál, és ehhez igen, mindenhez kell egy kicsit érteni. Igen, hasonlóan gondolom én is, hogy igazából az, hogy így eljövünk akár a Pannonba, vagy a rádióba, vagy egyébként voltunk még más, ugye a harmadikban azt hiszem, hogy igen, harmadikban igen, voltunk a nyomtatott sajtónál is, másodikban pedig különböző ilyen intézményekben is voltunk, könyvtár, igen, múzeum, tehát hogy ott is beleláttunk mondjuk így a PR-oskodásba, vagy mondjuk itt ugye szerintem nagyon nagy előny, mint amit Anita is elmondott, hogy tehát jobban közelebb jön az a munka, a feladat, amiket egyébként megtanultunk az egyetemen, és gyakorlatban tudunk hasznosítani. És ez nagyon jó. 2020-ban indult ez a szak, azóta töretlenül indul minden évben, én gondolom, hogy idén is lehet jelentkezni. Így van, lehet jelentkezni, hamarosan lesz ugye a fölvételi, éppen különben a vizsgaidőszakban tartunk, ugye beleléptünk nem olyan régen, utána indul a fölvételizés, annyit még elmondhatok a szakról, hogy mi nagyon keresett, tehát egyelőre még mindig az egyik legérdekesebb szak, ami a diákokat körét illeti,
itt az MTTK-n, sok benne a gyakorlat. Én még annyit tennék hozzá ehhez, amit mondtak a diákok, hogy szerintem ebben a szakmában, amiben vagyunk, ugye a tévézés, videózás, nagyon fontos az, hogyha tudjuk mindegyik dolgot, mert akkor a riport fölépítésnél és a káderok kiválasztásánál, az összerakásánál nagyon segítségünkre lehet, mert ez nem csak abból áll, ugye, hogy odaállunk a kamera elé, hanem sok minden másra kell összpontosítani és gondolkodni sok mindenről ahhoz, hogy jól sikerüljön az a riport vagy a videó. Mi minden esetre örülünk, hogy van ez a kommunikátor szak az MTTK-n, mert így látszik, hogy lesz utánpótlás, és már van is utánpótlás, úgyhogy hát örülök, és sok sikert kívánok a továbbiakban is a szakhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok mindannyian. Zakinszky Márk az MTTK tanára, Csernai Panna és Möcseri Anita volt a vendégem. Önöknek köszönöm szépen a figyelmet. A viszontlátásra!